Jó estét kívánok nézőinknek! Önök a Tatai Televízió napi híradóját látják január 7-én, hétfőn. Tartsanak velünk ma este! Klasszikus dallamok és modern feldolgozások, színes repertoárral várta a zeneszeretőket a Vízkereszt koncert. Több partnerintézmény részvételével hirdetett konferenciát a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola. Újra országos bajnok lett a tatai női vívócsapat. Nagy sikerrel szervezték meg a Városi Sportcsarnokban a Vízkereszt vagy amit akartok koncertet. A Menner Bernát Zeneiskola növendékei és tanárai, a Fazekas Iskola kicsinyek kórusa, a Zeneiskola leánykara és fúvós zenekara is színpadra lépett, majd a koncertet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövész Dandár zenekara műsora zárta. A farsangi időszak kezdetét jelentő vízkeresztnapi koncert idén is nagy sikert aratott. A sportcsarnokban zsúfolásig megteltek az ülőhelyek. Tataváros önkormányzata már 10. alkalommal szervezte meg Vízkereszt vagy amit akartok címmel a népszerű hangversenyt, amelyen Tataváros polgármestere is köszöntötte a fellépőket és a résztvevőket. Annak idején Robozné Schönfeld Zsuzsa fejéből pattant ki ez az ötlet, és közösen találgattuk aztán ki, hogy hogyan legyen a városunkban nem csak új év napján, hanem azt követően is egy olyan koncert, amire azokat a tatai együtteseket meghívhatjuk, akik egész évben szorgalmas munkával, nagyon-nagyon sok tanulással és nagyon-nagyon sok idő ráfordítással készülnek különféle koncertjeikre, és teremtsünk egy olyan szép alkalmat, amikor mindezt a tataiak előtt így összevontan is bemutathatják. Mi, akik ma majd 25 ezeren, akik itt élünk ebben a városban, mindegyikünk most újra kapott 365 új napot ebben az új esztendőben. Mindegyikünknek van 365 napja, hogy 365-ször jót tegyünk, valami jó döntést hozzunk, legyen miért hálát adnunk másnap, és ennek a 365-nek, ha most a jelenlévő 1000 koncertlátogatót, itt ünneplőt veszem, akkor az már is 365 ezer nagyszerű nap lehetősége, hát még ha a többieket is belefoglaljuk, akik nincsenek itt, játék a számokkal mondhatnánk, de mégis valóság, mert ha mindannyian minden nap egy picivel jobbak leszünk, ha minden nap egy picivel jobbat teszünk, többet teszünk, be akár a közösbe is, a közösségünk érdekében, a közösségünk építésében, akkor 2019 egészen biztosan egy csodálatosan szép éve lesz Tatának is. Koncerten fellépett a Menner Bernát Zeneiskola vonós zenekara Szabóné Major Marian vezetésével. Közreműködött a Fazekas Iskola kicsinyek kórusa Szabó Imréné, valamint a Menner Bernát Zeneiskola leánykara Schmidt Mónika vezetésével. A zeneiskola fúvós zenekarát Belső Máté dirigálta. Hagyományosan a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövész Dandár zenekara zárta a hangversenyt Balázs Attila és Román Géza karnagyok vezényletével. Több partnerintézmény részvételével hirdetett konferenciát a Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola már 6. alkalommal. A találkozó célja az volt, hogy a hasonló keretek közt, tehát a népi értékek mentén gondolkodó és oktató intézmények tagjai találkozhassanak, és részletesen megismerkedjenek az évek óta sikeresen működő fürkészprogrammal.
Új helyen várta az érdeklődőket a 6. szándék és valóság konferencia, a Piarista Rendházban a művészeti nevelésre alapozott intézményi stratégia lehetőségeiről tartottak fórumot a Kenderke szervezésében. A művészeti iskola 2018 őszétől a Református Pedagógiai Intézet bázis intézménye. Az együttműködéssel vállalták, hogy jó gyakorlataikat más református intézmények és érdeklődők számára is megnyitják. Ez a bázisiskolai kezdeményezés, illetve a konferencia hagyománya ért most össze ide, és ezért elmondhatjuk büszkén, hogy Budapestről egy teljes iskola nevelőtestülete, egy teljes óvoda nevelőtestülete érkezett a mai konferenciára, illetve még Litérről, Gombáról és Tata környéki településekről is jöttek kicsit fürkészni, hogy mi is ez a fürkész. Mert hogy valóban a fürkész az, hát... Mondanám, hogy egyre nagyobb kaptárat épít most már magának, hiszen az, ahogy elkezdtük annak idején, vagy elkezdte annak idején a Kenderke iskola vizsgálni, hogy valóban jól sejtjük-e, igazak-e azok a meglátások, hogy a komplex művészeti nevelés az a tanulási eredményességben számít, a mérési eredmények azt mondhatják, hogy igen. Itt a legvégén láthatunk grafikonokat erről, hogy összehasonlítva azokkal az osztálytársakkal, akik nem járnak ilyen komplex művészeti fejlesztésre, és akik járnak, bizony az átlagosnál nagyobb fejlesztő hatásról kell beszélnünk. Ha nekünk van egy jobb eszközünk, egy eredményesebb eszközünk, és ismerjük ezt az eszközt, amit megismerhetünk, és mi azt nem használjuk, ez erősen mulasztásos vétség. A cél az, hogy a fürkésznek ezt a mostani helyzetét megmutassuk. És megint volt egy újítás, hogy ez egy bemutató óra keretében is megtörtént. És én azt láttam, hogy a kollégák pedig helyenként lélegzett visszafojtva, ők nem egy bemutató órát láttak, hanem művészeti alkotást. Pedig ez nem ilyen a célral készült, hiszen ez az előző órára épült, és a következő órát készíti elő, tehát egy pedagógiai folyamat volt, de szokták ezt mondani, hogy a valódi pedagógia mindig művészet. És itt azt láttuk, hogy a művészet pedagógia meg művészet. A 6. alkalommal megrendezett Szándék és Valóság című konferencián az előadások mellett műhely munkákra, szakmai beszélgetésekre is lehetőség nyílt. Ezek keretében a pedagógusok közelebbről ismerkedhettek meg a gyermekjáték tanítás módszereivel, a tehetséggondozási technikákkal és a népi gyermekjátékokkal történő fejlesztő pedagógiával. Középső ujjam szedte, gyűrűs ujjam hazavitte, a kis ujjam mind megette. A népi játék, a népszokások, táncok, dalok lesznek a nevelés eszközei egy olyan foglalkozáson, amelyet a fürkész programban tartanak. A Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola módszerét most óvodás és általános iskolás gyermekekkel foglalkozó pedagógusok is megismerhették. Az országban elsőként alakult önálló néptáncművészeti iskola munkatársai bemutató órával, előadásokkal és műhelymunkával is várták a komplex művészeti nevelés iránt érdeklődőket. Furcsának hathat és hatalmas varázslatnak, mert már urbanizált világban élünk. Már keveset kommunikálunk úgy, mint a régiek. Az a kérdés, hogy van-e létjogosultsága a mai világban annak a régi fajta kommunikációnak, illetve játéknak. Én azt gondolom, hogy van. Tehát, hogy az, aki mer játszani, az hihetetlen csoda birtokában van. A pedagógiai munka a művészeti ágakon keresztül ér el a gyermekekhez, ami már bizonyítottan pozitív változásokat idéz elő a készségek fejlődésében, a gyermekek teljesítményében. A város pedagógusainak a visszajelzése indította el azt a gondolkodást, amikor más pedagógus azt mondta, hogy töbleteket hordoznak a gyerekek. Ennek a következő lépése az volt, hogy meg tudjuk-e határozni, hogy hogyan értük el. Mert ha ezt meg tudjuk határozni, akkor a következő években, a következő generációnál is mindig tudjuk alkalmazni, nyilván a további fejlesztésekkel együtt. Ez egyfajta identitás meghatározást generált. Bevezettük 11-be a méréseket, ami a Szegedi Tudományegyetem mérőtesztjeivel indult el az iskolába, és akkor magunk is meglepődtünk ezeknek az eredményeknek az elemzésekor, és rájöttünk arra, bebizonyították ezek az eredmények, hogy ez nem egy fikció, nem egy kitalálás, hogy a gyerekeknek a képességei ezzel úgy javulnak,
annak, hogy a tanulmány eredményeikben is megmutatkozik, és ezen a ponton úgy éreztem, hogy minden gyermeknek joga van ehhez hozzájutni, és innentől kezdve egy kifelé fordulás is elindult a gondolkodásunkban. A másik része pedig az volt, hogy az, ami a hagyományainkban értékként benne van, akár úgy, mint pedagógiai eszköz, annak valahogy helyét keressük az oktatásban, és ezt át tudjuk adni minél több pedagógusnak, hogy minél több gyermek részesülhessen belőle. A Fürkész programot a jövőben írásos anyagok és képzések segítségével még szélesebb körben szeretnék elérhetővé tenni. Jó évet zárt a tatai vívó csapat, és jól indult 2019 is számukra. A felnőtt országos bajnokságon még az ünnepek előtt újabb aranyérmet szereztek a vívó hölgyek, de az egyéni eredményekre is büszkék lehetnek a tatai versenyzők. Jól zárult a 2018-as év a vívóknál, hiszen a női párbajtőr csapatnak sikerült megvédeni magyar bajnoki címét. Ötödik éve minden évben szerepeltünk a döntőbe, az első három évben ezüstérmesek voltunk, tavaly sikerült nyernünk, és nagyon készültek a lányok, és 2018-ban sikerült megvédeni az országos bajnoki címet, aminek nagyon-nagyon örülünk, hiszen nagyon sok munka van benne, nagyon fiatal a csapat, és remélem, hogy ez hosszú távon így fog folytatódni, hogy ott fogunk állni a dobogón, remélem a legfelső fokán. A lányok nagyon-nagyon szorgalmasak és megtesznek mindent azért, hogy ez így is maradjon. Szerintem számítottak rá sokan, hiszen ez volt az ötödik éve, hogy döntőt vívtunk. Mi is nagyon szerettünk volna nyerni, tehát megvédeni a címünket, és nagyon, nagyon boldogok voltunk, hogy ez megint sikerült. Így visszagondolva, talán ez volt tényleg úgy a legkönnyebb utunk a döntőig, vagyis így azt beszéltük a lányokkal, hogy így most így egyszerűbb volt. Lehet, hogy jobban féltek tőlünk, jobban tartottak, mi is fejlődtünk nyilván, úgyhogy ez egy jó asszok voltak, de nem volt kifejezetten olyan nagyon-nagyon vészes helyzet soha. Nagyon magabiztosan tudtunk vívni, nekem volt egy megingásom, de egyébként azon kívül végig tök jól hozta mindenki a formáját, és sikerült gyakorlatilag így szorosabb asszó, vagyis hát meccs nélkül ezt lehoznunk. Nem csak csapatban jeleskedtek a lányok, Kunanna egyéniben is remekelt, ezüstérmes lett az országos bajnokságon. Az alig 17 éves Büki Lili pedig az elmúlt hétvégén az ötödik helyen végzett az udinei junior női párbajtőr világkupán. A tatai rendőrkapitányság vezetője dr. Friedrich Gábor rendőrezredes január 16-án 10 és 12 óra között tartja fogadónapját hivatalában a rendőrségen. Az Ady Endre utca 27-es szám alatt várja a hozzáforduló lakosokat. A népegészségügyi program keretében zajló mammográfiás szűrővizsgálattal kapcsolatosan tájékoztatják a lakosságot, hogy a területileg szervezett behívó leveles szűrés január hónapban folyik tovább. 45 és 65 éves korosztályba tartozó hölgyeket érinti, akik az elmúlt két évben nem vettek részt mammográfiás vizsgálaton. A vizsgálat behívó levelek alapján történik. Ezen a héten is folytatódnak a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság programjai. Orbán Otto életműve és a kortárs líra humora címmel tartanak előadást január 9-én délután 5 órai kezdettel a Piarista Rendházban. Az előadó Nyerges Gábor Ádám tanársegéd lesz az ELTE bölcsészettudományi karáról. Ugyancsak a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság programjai keretében a Vasút utcában a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat idősek napközi otthonában szerveznek minden kedden 10 órától üveg- és porcelán festést, tűnemezelést, mandalakészítést, szalvéta technikát díszítő festést és egyéb kézműves foglalkozásokat. A Doni áttörés 76. évfordulójának tiszteletére megemlékezést és koszorúzást szervez a Honvéd Bajtársi Klub a Tatai Dandárral közösen. A II. Világháborús emlékműnél a Magyari Zoltán Művelődési Ház mellett várják a tataiakat. Január 11-én, pénteken, délelőtt 10 órakor. A Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság programjaiban a következő január 15-én lesz az ortopédiai problémák kezelése, megoldása. Dr. Béres György, igazgató főorvos a Kastélypark klinikából tart előadást.
Január 9-én véradásra várják a tataiakat déltől 18 óráig a Magyari Zoltán Művelődési Központban, majd január 11-én 9 órától délután 13:30-ig. Minden kedves véradót szeretettel várnak. Híradónk végén következzenek még egyszer mai híreink egy-egy mondatban. Klasszikus dallamok és modern feldolgozások színes repertoárral várta a zeneszeretőket a Vízkereszt koncert. Több partnerintézmény részvételével hirdetett konferenciát a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola. Újra országos bajnok lett a tatai női vívócsapat. Január 7-én hétfőn Önök a Tatai Televízió napi híradóját látták. Köszönjük figyelmüket! Maradjanak velünk a folytatásban, következik Tallózó című műsorunk, amelyben beszámolunk Önöknek az elmúlt hét legfontosabb eseményeiről. Híradóval legközelebb holnap este jelentkezünk. Én köszönöm még egyszer megtisztelő figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!